Kedves nézőink, programsorozattal ünnepelte fennállásának 35 éves évfordulóját a Patakparti óvoda. A következőkben erről szóló összeállításunkat láthatják. 35 éves az Ajka Városi Óvoda Patakparti óvodája. Milyen rendezvénnyel ünnepelték ezt az eseményt? Óvodánk 35 éves évfordulója alkalmából egy hetes programsorozattal készültünk. Ezt a nevelőtestület állította össze ezt a programot, természetesen a szülői és a gyermeki igények figyelembevételével. A hetet hétfőn egy rajzpályázattal kezdtük, minden óvodásunk lerajzolta az óvodáját. Itt csodálatos alkotások születtek, és valamennyi rajz színes, vidám lett, virágokkal teli, színpompás alkotás vannak, amelyek a folyosón megtekinthetők. Az óvodában egy fényképkiállítás látható. Itt a dolgozók, szülők fényképeiből állítottunk össze táblókat. Ez a 80-as évektől indul a napjainkig. A Városi Múzeumban kedden nyílt egy kiállításunk, ez az óvoda dolgozóinak, a Kreatív Kezek Tehetségpont, és az Erasmus Plus pályázat során készült kézműves technikákat mutatja be. Szerdán volt Öleld át az óvodádat programunk. Ez egy jelképesen gyermek-felnőtt lánc volt, körbeöleltük az óvodánkat, körbesétáltuk az óvodánkat kívül, és készfogással 421 gyermek és felnőtt ölelte körbe a Patakparti óvodáját. Erre a rendezvényre nem csak a jelenlegi óvodások vettek részt, vagy ebben a rendezvényben, hanem meghívtuk a szomszédiskola, a Fekete-Vörös Marti iskola, általános iskola alsós tagozatait, hiszen az óvodának körülbelül 70%-a a szomszédiskolába megy, nagyon jó a kapcsolatunk az iskolával. Utána a gyerekeknek táncház volt, illetve kézműves foglalkozás, és a Kreatív Gyermekekért Alapítványunk támogatásával egy hatalmas nagy tortával ünnepeltük az óvodát, amiből minden résztvevőnek jutott egy-egy szelet, vagy egy-egy falatka. A táncházban az Erasmus Plus pályázat kapcsán már népeink táncait mutattuk be a gyerekeknek, és roptuk együtt a felnőttekkel és a gyerekekkel. Csütörtökön délelőtt az óvodában ki mit tud volt, ki mit tud a patakpartján. Erre a gyerekek készültek, teljesen szabadon, önkéntesen színpadon mondhatták el kedvenc verseiket, énekelhették dalaikat. Nagyon-nagyon aktívan vettek részt a gyermekek, természetesen minden kisgyermek ajándékot kapott. Ma délután, mivel az óvodán 35 éves, az óvoda kitűzte azt a célt, hogy a véradás keretében 35 fő véradót várunk. Hát nem tudjuk, mennyien jönnek össze, de úgy gondolom, hogy ez az emberi segítségnyújtás egyik példája, hogy ezzel is segíteni szeretnénk embertársainkon, és ezért tettük be ezt a programot a jubileumi programhétbe, és szombaton a kaszinóban óvodabál zárja ezt a csodálatos egy hetet, hát ez olyan 180-200 fő jelentkezőnk van már, ennek a teljes bevétele az óvodai csoportoké lesz, a gyermekek játékkészletét, az óvodatárgyi felszereltségét fogjuk fejleszteni, bővíteni, javítani. 35 év hosszú idő, milyen jelentősebb események történtek ezek alatt az évek alatt? A 35 év az valóban nagyon-nagyon hosszú idő. Ugye 1980. szeptember 1-én nyitotta ki az óvodakapuit a gyerekek előtt. Az első időszakban akkor még központi irányítással működött az óvoda. Előírták nekünk központilag azt, óvónök módszertani szabadsága akkor még kevés volt. Előírták a foglalkozásokat, a napi rendünket. Aztán utána az óvoda 12-es számú óvoda néven indult. Utána lettünk mi 4-es számú óvodai körzet. Itt két óvoda tartozott ebbe a körzetbe, a Rendeki óvodával voltunk mi akkor egy körzet, és 2004-től az Ajkavárosi óvodák összevonása után Ajkavárosi óvoda Patakparti néven szerepelünk mi. A jelentősebb változások igazán talán az új oktatási reformokkal 1997-2000-es évek hoztak számunkra, amikor az óvónők módszertani szabadságával, amikor az új képzési lehetőségekkel, amikor az innovációkkal kitálult a világ az óvodák előtt, kinyithatjuk
kapuinkat egymás előtt, és nagyon-nagyon szeretném itt hangsúlyozni az egymástól tanulást, az innovációkat és az óvodapedagógusok kreativitását, amely a gyerekek felé irányul. Most 2015-ben hány fővel működik az óvoda, illetve hány gyerekcsoport és hány pedagógus vesz részt a munkában? 2015-ben 6 óvodai csoportunk van, 139 gyermek jár az óvodában. Mindegyik csoportnak 2 óvodapedagógusa és 1 dajkanénie van, tehát 12 óvodapedagógus, 6 fő dajka, és van 2 pedagógiai asszisztensünk, akik szintén a nevelőmunkát segítik itt az óvodában. Félállásban az Ajkavárosi óvodának van egy pszichológusa, aki minden héten egy-egy napot itt tölt az óvodában, a sajátos nevelést igénylő gyermekek fejlesztésében pedig fejlesztő szakemberek segítenek. Jelenleg mi az óvoda profilja? Az óvoda profilja, úgy gondolom, hogy a dolgozók kreativitásával, sokszínűségével a képzőművészeti nevelés, illetve a kreativitás. Ez a kreativitás, ez megjelenik a Kreatív Kezek Tehetségpont aktív munkájában, megjelenik Erasmus Plus nemzetközi pályázatunkban, ahol 5 partnerrel együtt, román, bolgár, török és lett partnereinkkel 2004-ben, az első évben a képzőművészettel, a művészeti alkotásokkal, a gyermekek kreativitásának fejlesztésével foglalkoztunk, a második évben pedig a népi játékokkal, a néptánccal foglalkozunk. Mindenképp ez megjelenik az óvoda dekorációjában, a dolgozók tenni akarásában, és így a gyermekek fejlesztése is nagyon sokszínű és nagyon sokrétű. Kiemelném itt még, hogy 3. alkalommal pályáztunk ebben az évben a Zöld Óvoda címre. Ez egy számunkra igazán erkölcsi elismerést jelent a mezőgazdasági minisztérium részéről, de azt, hogy az óvodás gyerekeken keresztül mi a szülők környezettudatos magatartását fejleszteni tudjuk, változtatni tudjuk, ezt úgy gondolom, hogy az óvodás gyerekekkel már el kell kezdenünk. Pályakezdőként került a Patakparti óvodába 35 évvel ezelőtt. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Nagyon szép emléke nekem ez az indulás, hiszen én akkor kerültem ki az iskolapadból friss érettségivel, és óriási szerencsével egy teljesen új, vadonatúj épület várt engem, és nagyon lelkes fiatal csapattal. Kolléganőm, akivel akkor szintén ő is pályakezdő volt, volt olyan lehetőségünk, hogy elkezdhettünk egy csoportot, minden butor, minden játék, minden vadonat új volt, ami a mai világban szinte már elképzelhetetlen, hogy ilyen körülményeket tudjunk teremteni, csodálatos volt. Ezek olyan maradandó élményt adtak az embernek, ami végigkísérte a pályát, és volt mindig mire visszagondolni, és jó szívvel. Milyen változások történtek azóta, értem ezt a játékok alatt, esetleg a módszertan területén? Ugye a kezdeti időszakban valóban nagyon sok segítséget kaptunk, megtehette az önkormányzat, akkor még városi tanács, voltak szocialista brigádok, akik az épület karbantartásában, az udvar karbantartásában, festési munkákban jöttek, segítettek. Most nagyon sokat kell saját magunknak előteremteni anyagi forrásokat, ezért működtetjük ugye az alapítványunkat, ebből tudjuk finanszírozni a játékkészletet, illetve a szülőknek nagyon nagy szerepe jutott ebben az új rendszerben, hiszen őnélkülük semmit nem tudnánk megvalósítani, nagyon támogatóak, akár az otthon megunt játékokat behozzák, tehát gyűjtő munkákat szervezünk, ruhákat gyűjtünk, játékokat, mesekönyveket a gyerekek számára, és erre azért is van szükség, mert ugye a játékok nyilván kopnak, fogynak, és biztosítjuk így ezáltal, hogy a mai kornak megfelelő eszközök legyenek a gyerekek rendelkezésére. Így például az egyik csoportunkban már számítógép is a rendelkezésére áll a gyerekeknek, ahol a kolléganő olyan beállítottságú. De egyébként a gyerekek ugyanúgy kijátsszák magukból azokat az élményeket, mint 35 évvel ezelőtt.
Az a célunk, hogy ők itt az óvodában ne legyenek olyan, tehát a békét, a nyugalmat megőrizzük, megtartsuk, és én úgy gondolom, hogy ezt sikeresen meg is valósítjuk itt az óvodákban, hogy kijátszhassák a boldogságot, az élményt, a rosszat is magukból, és nagyon oda tudjunk rájuk figyelni, segíteni a fejlődésüket a játékkal. Mennyiben mások a mai gyerekek, mint 35 évvel ezelőtt voltak? A mai gyerekek, ezt mindenki érzi és tudja, más generáció neveli már őket, amit nekünk most meg kell szokni, hogy kevesebb tisztelettel adóznak, nehezebb őket leültetni, figyelemre késztetni, hiszen nagyon sok információt kapnak a médiából, ami nem mindig hatásos, csak nem mindig jó irányban. Tehát nekünk ezeket kompenzálni kell. Többet kell nekünk azért dolgozni, hogy egy mesét meghallgassanak, egy élő mesét, amit mi adunk elő, mert ők benne vannak ebbe a képi varázslásba, és a fantáziájuk, aminek egy gyereknek ebben az életkorban jelentős szerepe kell, hogy legyen, ez egy kicsit háttérbe van szorítva. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk itt több ilyen eszközt kell, és új módszereket alkalmaznunk, amivel a gyerekek figyelmét magunkra tudjuk irányítani. Egyébként nagyon sok olyan továbbképzés van, amivel ezeket a módszereket elsajátíthatjuk. Tehát az óvoda vezetés abszolút figyel arra, hogy mindenféle területen legyenek ilyen lehetőségek, hogy minél korszerűbben tudjuk ezeket a dolgokat mi is itt kezelni. A tapasztalatai alapján ki tudja azt jelenteni, hogy a mai gyerekek szüleivel könnyebb volt bánni, mint az ő gyerekeikkel? Igen, én ezt határozottan úgy érzem, hogy, és nem is ők tehetnek róla, azt hiszem, hogy ez a rohanó világ, ez az óriási követelmény, ami felé mindenkinek meg kell felelni, mindegy milyen területen dolgozik. Én azt tapasztalom, hogy a szülőknek nagyon nehéz dolguk van. Keveset tudnak, kevesebbet, mint amit szükség lenne a családjukkal tölteni, meg kell felelni ők ugyanúgy a munkahelyükön, és az iskolákban, akiknek iskolás gyerekük van, azokra is nagyon nagy figyelmet kell, hogy fordítsanak. Tehát őre, rajtuk is sokkal nagyobb a teher, és én megértem azt, hogy nehezebb nekik így az óvodás gyerekük felé fordulni. Ön a magánéletében is több szállal kötődik a Patakparti óvodához. Én mindenhogyan kötözöm a Patakparti óvodához, hiszen 35 éve itt vagyok, gyakorlatilag 26 éve a Mazsola csoportnak az óvónénie vagyok, és több száz kisgyerek volt az irányításom alatt, akikhez nagyon kötődöm. Minden csoportomnak megvan ugyanúgy a csoportképe, nevekkel, jelekkel leírva, mert úgy gondolom, hogy ők az életem részei, és próbálok nekik olyan tudást, tapasztalatot adni, és olyan elindulást az életbe, ami úgy gondolom nagyon fontos. Most a jelen pillanatban, amit még az utolsó 5 évemre kitűztem célként, én kutyás terápiás foglalkozásokat vezetek, Kisné Lacai Ágnes terápiás kutya felvezetővel. 3. éve végzem ezeket a foglalkozásokat, és nagyon nagy pozitívumnak látom a gyerekek fejlődésének szempontjából. Nagyon örülök, hogy az óvodavezetés maximálisan segíti, támogatja és elismeri ennek a munkának a jelentőségét és az újdonságát, hiszen Ajkán, de még a környéken is gyerekcipőben jár ez a kutyás terápia. Buksi Suli néven üzemeltetem, heti rendszerességgel, és nagyon-nagyon szívvel, lélekkel csinálom.